3-0 egyszerűen jobbak nálunk. Torgela Sándor így értékelt itt tegnap a portugál-magyar labdarúgó vb selejtező taktikai és állományt illető tanulságairól és a következtetésekről. Ezúttal az 1980 és 88 között 28 válogatott meccsén 11 volt szerző Eszterázi Mártonnal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervezt Te optimista voltál a meccs előtt? 29, bocsánat. 29. <síns> Én mindig optimista vagyok, független attól, hogy ki az ellenfél. De azért van a, van a realitás is, amit nem szabad elfelejteni. Én, én azt gondolom, hogy ez az egész elvárás túlzott a magyar csapattól, de bármelyik más csapattól is túlzott lenne, hogy ebből a csoportból nekünk tovább kellene jutni. Én onnan vezetem le az egészet, hogy volt egy fantasztikus ebénk, ahol azért, ha megnézzük, mutatott játékot és az elvárásokat, meg mindent, ott sem, egyik mérkőzésen játsz, sem játszott a csapat győzelmi kényszerrel, hanem kimentünk az EB-re, és nyilván ez a jó szokás szerint magyaros tisztes helytállás volt a cél, amit aztán túl teljesítettünk, hiszen hogyha belegondolunk, hogy 78-ban, 82 -ban és 86-ban is egyszer sem jutott tovább a, a válogatott a csoportokból. Itt öt ponttal elsők voltunk, Jött a Ferő elleni első vb ahol természetesen nyerni kellett, ugyanakkor erre nincs felkészülve a csapat, hogy nekünk minden áron nyerni kellett. Tehát visszajött a győzelmi kényszer. Hát a, Igen. az EB nem voltunk győzelmi kényszer, Oké, de egyszer a, egyszer már sem. talán a belgák ellen, éve. de hát. ott sem, mert azt gondoltuk, hogy esetleg kiúzzuk döntetlenül, hát. ami nem sikerült. Ferő ellen már nyerni kellett, a itthon a Svájc ellen nyerni kellett, ez egy egészen más játékot kíván, másfajta felállást, másféle játékosokat. Ezzel mi nem rendelkezünk. Tehát én egy kicsit erről az oldalról közelítem meg ezt az egész vb se dolgot. Én nem tudom, hogy miért egy elvárás az, hogy egy Európa bajnok ellen és a világon a tizedik Svájc ellen egy csoportból nekünk tovább kellene jutni. Hát Marci, te azt mondod tulajdonképpen, hogy igazából a, a, magyar szurkolónak, vagy a szurkolói közvéleménynek is, bár nyilvánvalóan genetikusan is arra van ráhangolódva, hogy mi nagyon jók vagyunk, tehát a, a, a múltból él ilyen értem, vagy azt viszi magába tovább, és hogy nagyon magasak az elvárások a magyar focival szemben bármikor és mindig, tehát ehhez képest akkor barátkozzunk meg a helyzettel, európai középmezőny, derekos küzdelem, ide lehet eljutni, és ide lehet a következő években. De ez nem kell barátkozni, ez a tény. Na jó, azért mondom, hogy a tények. Most amikor nem? most nem akarom anyagiakra kiegyezni, de amikor egyetlen közepes portugál játékos annyit ér, mint az egész magyar válogatott, és akkor még nem beszéltem a nagyon nagyokról. Nézzük meg az akadémiákat kintről, nézzük meg, hol játszanak a portugál játékosok, hol vannak a portugál edzők, meg az egész portugál futball. Nem beszélek most mi, e e e Európa bajnokok tehát nem gondolnám, hogy nekünk ez egy reális cél. Nyilván én is úgy megyek be minden meccsbe, hogy nyerni, szer, nyerni, nyerni szeretnék, de, de azért vannak realitások. Egyszer-egyszer kifuthat, hogy most Izland megveri Olaszországot, vagy megveri Hollandiát, vagy nem tudom, de azért. Na most ilyen szempontból ez a mérkőzés Lisszabonba, az a bizonyos van győzelmi kényszer, nincs győzelmi kényszer, hát tulajdonképpen itt volt győzelmi kényszer, ha azt nézzük, hogy kijutni még mindig Én ki, van ki erre, lehet jutni. Mert a döntetlen, akkor is három vagy kettő pontra vagyunk, ha gyerünk, akkor megelőzzük a portugálokat. Én azt gondolom, hogy most lehet dobálozni a számokkal, meg hogy most ötvédős rendszerbe játszottunk, nem tudom. tehát én azt gondolom, hogy jó tudom, azt mondják a fiatalok, amikor én játszottam, hogy mi játszottunk kockalabda volt, meg lepkeháló, meg nem tudom mi, meg sétáltunk a pályán, de vannak törvényszerűségek labdarúgásban. Tehát például én szélsőt játszottam néha, ha én nekem ilyen bal hátvédem, vagy jobb hátvédem lett volna, akkor lehet, hogy a Barcelonába végzem, és világválogatott vagyok, mert az én hátvédem ott ugrált a nagy lábújamon. Tehát ez nem felállás kérdése, hanem ez képzés, olvasni kell a játékot. Tehát például az első gólnál, amikor megkapta a portugál játékos a labdát, és a mi jobb hátvédünk, vagy te sem, azért nem mondok nevet, mert, mert tolódnak a ég ég. 13 vagy 15 méterre van tőle, Hát én ezért drukkoltam, még egy pénzügyör elleni edzőmeccsen sem Hogy olyan, ennyi levegőt kapja? Hát 5 méter se volt. Most nem no. azt mondom, persze változott a futball, de ekkora területeket nem szabad hagyni, vagyis hát, és nem gondolnám, hogy szétziláltak minket, vagy például a második gólnál egy felivet labda, három belső és a portugáltokos visszasarkalja a labdát tehát repül a egyven a labda 40 méter. Persze, gyorsabbak, technikásabbak, de mikor ilyen sanszokat adunk nekik, akkor egyértelmű, most azért, ha belegondolunk, kaptunk három gót, a harmadik a szegény Gulácsi egyik legnagyobb kapusibát követő, hogy belépett a sorfal mögé, nekem vannak kapus, tehát ezt nem szabad, ezt már ő is tudja, tehát ne járjunk mi túl a Ronaldo eszébe, majd ha oda becsavarja a labdát no, akkor a akkor sorfa fölé, éve. akkor gratulálunk neki, de pont az az fél lépés, anélkül, hogy túl cifráznám, tehát én azt gondolom, nem vertek minket agyon, csak azokat a lehetőséget könyörtelenül kihasználtak, amit mi adtunk nekik, de nem luftokat rúgtunk, meg nem tudom, nem történtek kapítás. Ezek a kis finom helyezkedési problémák, helyezkedési hibák, és ezt ők kihasználják, hát ez egy világsztára. Na most egy pillanatra még itt taktikánál maradva, ezzel az állományjal egy ilyen helyzetben ilyen játék, tudáskülönbség amit az előbb már itt illusztráltál. Szóval ebben a helyzetben e, mekkora a mozgástér? Az edző mozgástere. Ezt hogy látod? Amikor lehetett volna és -e, azt ezt lehetett volna -e, a harmadikat, szóval én nem fejjebb Nem akarok senkit két is állni, de amikor egy válogatottban a gúzunk, a fiola hiányzik, akkor szerintem, a, tehát, tehát hogy ezen siránkozunk, hogy meg, meg német Krisztián beteg, vagy nem tudom, hát mindig az adott csapatból kell. Én szerintem jó alanyokat választott. Az első szállításnál az nem gondoltam, vagy az első felállásnál, hogy Langnak jobb hátvéd, de mivel ott volt a Bese, így, 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 így kimondotta jó e jobb hátvéd, de én azt gondolom, hogy, hogy így, ilyen apróságokon múlt az egész, és mindig ez van, hogy tehát felőrölnek minket, hibázásra kényszerítenek, kényszerítenek, de most igazából nem technikai hibára kényszerítettek, hanem taktikai hibára taktikai hibára, hát meg ugye ezek pont, amit mondta, ezek a gyorsaságbeli különbségek, igaz? De ezzel nem tudsz mit kezdeni. Ezzel nem, igen. ezzel nem, lehet mit kezdeni. Na most az itt a nagy kérdés, még látunk egy ilyen erős ellenfelet, és akkor azt úgy körülbelül megállapíthatjuk, hogy a jelen állapotában a magyar labdarúgó válogatott ilyen erős ellenféle szemben vagy támad, vagy védekezik. Már úgy értem, hogy, hogy a játék minden elemét bevetni, arra már nincs sajnos energia. Most azért az elmúlt, leszámítva van a Pócsájához, tehát nem nagyon kellett nekünk nyerni minden áron, uh -huh. mert ugye egy csoport csoportküzdelem, az megint más nézet, az ellenfeleknek az eredményét, amit az előbb említettem, hogy az EB-n is ez történt, hát én azt gondolom, hogy mostantól kezdve jó, el lehet kezdeni a 2020-as VB-re való felkészülést, Valóban vagyunk egy ilyen generációváltás közben, hiszen most már két legenda lemondta a, <laughs> a válogatottságot, vagy a bajta, hát előbb-utóbb a Gerazol is eljut erre a szintre. Én nem gondolnám, hogy például a Gyugyinak minden mérkőzésen játszania kell, ha bár egy nagyon jó játékos, de azért. Miért? Miért is? Hát, mert hogyha mondjuk nem játszik jól, akkor ne azért játszom, mert már 76 szoros vágatott, mert ő a Zsuzsák Balázs. Tehát én azt gondolom, hogy a Robbent is ki lehet hagyni, meg a Riberit is ki lehet hagyni a, a, Bayern Münchenből, nem csak pihentető szándékkal, hanem azért, mert esetleg két-háromszor nem játszott annyira jól. Tehát én azt gondolom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy, hogy mindig vele kell kezdődni a, a függetlenül attól, hogy imádom, meg nagyon jóban is vagyunk. De Szerintem bátran lehetőség. Jó, világos, azt mondta, hogy variálni, játékosodat... kísérletezni, itt a lehetőség, Igen. megnézni játékosokat, kipróbálni Jó, de ezeket nem tét tehát igazából kísérletezgetni ott telkibe, én ezt gondolom mindig, tehát azért a válogatott az mindig van a válogatott. Nyilván egy generációváltásnak arra szükség van. Meg kell találni ezt a kapitány, ezt jobban tudja, meg kell de találni. De most, bocsáss meg, innentől kezdve a, a lehet, azok tét csak. Ezek mindig 15 Most 15 pontról Igen, beszélünk, Igen, ugye? Tehát Igen, ahogy, Igen. ahogy nem szereztünk 15, pont, 15 pontot, most szerezhetünk 15 uh -huh. pontot, és mondjuk 15 meg 7, tehát 22-vel. Én azért, egy, ez most nem a magyar csapatról szól, de az ezt megemlíteném, hogy, hogy nagyon igazságtalan ez a világbajnoki kijutás. Uh -huh. Most nem tudom, hogy hogy kell mondani. Concacaf vagy Konkakaf -ca csoport. Igen. Hat következő csapat van. Mexiko, Panama, Costa Rica, Egyesült Államok, Trinidad, Tobago és Honduras. Szerinted ebből a hatból hány jut ki direktbe az e világbajnokságra? Kettő? Három. három, igen. Három. Hat csapatból három direktbe. Na most nálunk ugye kilenc első, és a nyolc csoportban, tehát 13 tudunk kijutni, tizenhárom csapat. Tehát ezt pont most döbbentem rá, akkor van a gyógycsoport az argentinoknak, ahol azt hiszem van nyolc csapat és né? négy kijut. Tehát uh, aránytalan. Hát most, ha belegondolsz, mi először játszunk egyet, hat csapatból egy jut ki, a második se lejtezőt játszik, többinek más a Na jó, hát persze ezek összefüggenek azokkal a FIFA-n belüli küzdelmekkel, hogy ki hogyan lesz elnök, meg, meg milyen támogatói vannak. Itt volt a vereség. Ha játékosokat említenél, nem azt mondom, hogy biztató jeleket, inkább játékosokat, tehát akikben láttam most akár ezen a meccsen is, a hibák ellenére valamifajta nem tudom, ilyen jó, jó vagányságot. Nem szeretek itt kiemelni. Én nem, le, tehát, é, tehát, bátornak láttam a csapatot, most nem csak az első öt percre gondoltam. Tehát jól tartottuk a labdát, nem kerültek helyzetbe, jó, mise. Most az egy természetes dolog, hogy többet birtokolják a labdát. Ez ugyanúgy vonatkozik klubszinten is. A technikásabb, pengésebb csapatok többet birtokolják a labdát az ellenfélnél, de ez nem mindig jelenti azt. Mourinho sokszor gratulált az ellenfélnek, hogy 70-30 volt a labdatartás, de, de a Mourinho csapata nyert. Igen. Hát nyilván ez a lényeg. Vannak tehetséges játékosok, de az egyértelmű kritika, én azt gondolom, hogy európai nagycsapatban sehol nem kell magyar játékos. Tehát én ezt mindig elmondom, hogy szerintem nem idióták a menedzserek, meg az edzők, meg a klubigazgatók, hogy mindenféle náció van minden nagycsapatban, tehát minden országban. Most nem a horvátokat emelem, vagy mondom, de akár örmény, akár szlovén, akár szlovák és akkor nem ilyen kiegészítő kis ilyen, csapatra hát gondolok. Mi rendszerűen nem vagyunk ott. Mi rendszerűen nem vagyunk ott, de ettől függetlenül szerintem vannak olyan játékosok, akik is bizonyítottak is már, hogy nemzetközi szinten megállják őket. most ugye az mire elég válogatott szinten, hát ezt nem tudom. Na, a lényeg az, hogy Ben Storki akkor építse tovább a csapatot. Hát Ez abszolút, a abszolút. Nagyon jó kezek, kézzel nyúl bizonyos játékosokhoz, ezt már többször bizonyította, hát most meg kell találni azokat a játékosokat, akiket ő be tud építeni, és én azt mondom, hogy mindig, hogy van 5 meccs, az 15 pont, aztán megnézzük, hogy a 22 az mire elég. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.